Márai Sándor, mágia, részlet. Várj csak, kérlek, mondta az író, elmondok én neked valamit, amiről még soha nem beszéltem. Egy időben azt hittem, tudok írni erről. De aztán mindig megkökköltem, utolsó pillanatban. Volt valami félelmesebb felfedezésben. Olyasféle volt, mint mikor valaki egy újfajta málmaszög keverési titkát keresi, s aztán váratlanul, mellékesen feltalálja a nitroglicerint. Arról van szó, hogy várj, hajulj közelebb. Sokan járnak ebbe a kávéházba. Egy szóval felfedeztem, hogy az írás mágia. Ne bánni ilyen riadtan és hitetlenül, nem higgadtam meg. Legalábbis nem jobban, mint szükséges ahhoz, hogy az ember megértse, tökéletesen átlássa, s aztán elviselje az életet. Igen, igen, mondta, és összefont karokkal ült a kávéházi asztal mellett, aggályos és komoly arckifejezéssel. Az írás mágia. Mi a mágia? Hát igézet, varázslat, keverék szóból, álomból, jelképből, érzéstől, keverék bűvös jegyek egyvelege, melynek visszaható ereje van az életre, éppen úgy, ahogy az életnek szóalkotó, jelkép elevenítő ereje is van. Az élet nem csak anyagot, energiát termel szüntelenül, hanem álmot és jelzőt is. Továbbá szent számokat, melyeknek önmagukban van csak értelmük, szavakat, amelyek értéktelenek egy gyárban vagy egy irodában, de sorsdöntően alakítanak egy életet, egy jellemet. Az írás varázslat, ha nem tudnád. A lány várta a történetet, de nem következett semmi. Az öreg némán ült a sötétben, több ezer könyv árnyékában, nehezen lélegzett, majd reszkető kezekkel megtöltötte pipáját, és rágyújtott. A szomszéd szobában már vacsorára terítettek, csörömpöltek a tányérokkal. Valaki fütyült az estében a nyitott ablak előtt, így ültek némán. A legszebb történetre gondoltak, mely elkallódott valahol. Akkor este a lány megértett valamit. Később esztendők múlva, mikor az öreget már eltemették, így mondta el ezt az estét a családnak. Tudjátok, ültünk a könyvek előtt, és hallottunk. Akkor megértettem, hogy talán nem is volt soha sehol az a kis barna kötet, a régies aranybetűikkel, a kötet, melyet oly mohon csüggetten keresett. Nem is írt soha az író, kinek nevét nem tudta megmondani. És a történetet, a legszebb, legbölcsebb történetet, melyet élete végén szeretett volna olvasni, vagy még egyszer elolvasni, nem is vetették papírra soha. De valamire emlékezett, ami hiányzott az életből, hiányzott a sok ezer kötetből, mindenből, amit tanult, gondolt, olvasott. Van egy történet, egy mese, melyet mindig újra szeretnénk.